Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a 6. Epedárt első estéjét, melyet a Vox 10 Zürich Szigethangja Közhasznú Egyesület szervez a helyi gyülekezetek támogatásával. Az idei az első pót Epedárt, hiszen az árvíz és annak utóhatásai nem tették lehetővé, hogy nyugodt szívvel és lélekkel rendezzük meg 3 héttel ezelőtt. Azt gondolom, hogy most viszont az ott tapasztalt összefogás emléke fog feléledni, hiszen a másik fellépők célja, hitvallása is ezt tükrözi. A Nem Adom Fel Alapítvány 2005-ben jött létre, a mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen értékrend alapján. Céljuk, hogy a társadalom valamilyen okból hátrányos helyzetű tagjait segítse abban, hogy önmagukban bízó, önálló, a saját és a társadalom jövőjéért tenni akaró emberekké váljanak. Ennek érdekében rendeztetek között jótékonysági koncerteket a fogyatékos emberekre épülő Nem Adom Fel együttes közreműködésével. Kollinger Szabos, 22 éves faluban élő fiatalember. Személyes mottója, nincsen lehetetlen, csak tehetetlen ember. Megkérdezték tőle, hogy mi a boldogságának az alapja, azt válaszolta, az, hogy adhatok. Verseiről ezt írta. Mint mindenki, én is voltam fent, lent lelkileg. Úgy 17 éves lettem, amikor elkezdtem írogatni, hogy miért. Jót tett a lelkemnek, és amúgy is. Túlcsordultak a szavak a fejemben. Ezek után pedig szeretném felkérni Dévész Lajos lelkész urat, hogy tartsa meg az elhittatot, utána pedig hallgassák sok szeretettel a Nem Adom Fel együttes és Kollinger Szabolcs közös estét. Egy baptista gyülekezet nevében hadd köszöntsön először azokat, akik ma este szolgálni fogtok felünk. Az áhítatnak a témája, bármilyen furcsa, nem adom fel. Annyi mindennel rendelkeznek az emberek, amit úgy gondolják, hogy megszereznek, és amikor megszerzik, akkor úgy gondolják, hogy talán van még jobb, talán még egy jobb van, és gyakorlatilag oda jutnak az emberek, hogy egy idő után feladásból áll az életük. Eladom, feladom, talán az újat, talán a jobb, talán a másban segít. Addig nincs is semmi gond, amíg ebben itt ilyen helyzetben anyagi alapban gondolkozunk, hiszen ki ne vehetne egy jobb bicikliet, egy jobb autót, egy jobb kávéfőzőt, egy jobb hegedűt. De amikor már kapcsolati szintekben feladom, hogy a ma este hadd legyen annak a motója, hogy nem adom fel, nem adom fel a kapcsolataimat. Nem adom fel a kapcsolataimat a barátainkkal, akiket lehet, hogy nem is nagyon ismerünk még, lehet, hogy ma este lesz egy barátságunk a kezdete. Nem adom fel a kapcsolatomat azokkal, akiket mellé rendelt az élet, az Isten. Nem adom fel a kapcsolatomat Istennel. Hihetetlen sok helyzet előtt állhatunk, ami arra készít bennünket, hogy add fel. Add fel, van jó, van másik. 2 héttel ezelőtt egy olyan kultúrában élhettem, lehettem egy rövid látogatással Belső Ázsiában, Mongóliában, ahol negyedennyi nincs az emberek tulajdonában, mint amit mi birtoklunk. Felteszem a kérdés költőjére, ezt mit gondolnak, mit gondoltak, hol adnak szívesebben? Mindenki válaszolja meg magát. Előzzük le az adásban. Nagyon tetszett a mondat, hogy adásban van az állás. Adásban van az állás. Az állítatot hadd fejezem be azzal, hogy itt járt közöttünk valaki 2000 évvel ezelőtt, akit az atya úgy küldött el, fiam, menj el. Mondd el az embereknek, mi gondolok róluk. Hogy látom őket. És nagyon sokan köré gyűltek, hiszen gyógyított jeleket, a csodákat tett. Názáretben nyílt fel, Betlehemben született, és miközben felnőtt, nagyon sok jelet és csodát tett, és az emberek vagy csodálták, vagy gyűlölték. De eljött egy pillanat, amikor mindenki feladta. És azt mondta, hogy ez már nekem túl sok, hogy kövessen. 33 évesen úgy köszöntük meg a szolgálatot, keresztre feszítettük.
És azt mondtuk, hogy vége eltűnt az az ember, aki mindig azt mondta nekem, hogy ne add fel, keresd az Istent. Aki azt mondta Istenről, azt mondta elmondani, hogy az Isten szerető Isten. És végtelenül szerető Isten. Így is van. Csak így van. Csak itt venne, akkor én egészséges vagyok. Az egészség az nem a testben van először. Mi csak abba tudjuk mérni. Mert így megegyezünk egymással, hogy ez a mértéke, az egészségnek. Az egészségnek itt van a mértéke, hogy adtunk-e, tudunk-e adni. Amikor Jézus itt járt ezen a Földön, 12 embert annyira maga mellé vett, annyira közel engedte, hogy a 12 ember vele lakott, vele élt. Az egyik olyan szorosan kötődött Jézushoz, hogy amikor letelepettek étkezésre, ugye alacsony asztalon, vagy néha a földre terített tanyán ettek az akkori emberek, amikor étkezés után elcsendesedtek, akkor ez a tanítvány odahajtotta a fejét Jézusnak a kedvére, a mellkasára. És ugye nagyon közeli barátság készült Jézussal. Őt Jánosnak hívták. Ő írt is egy evangéliumot és 3 levelet. Ha elolvassuk, akkor ez a szívdobbanás hallatszik János evangéliumából. És János evangéliumának van egy szakasza, a 3. rész 16. vers, amely úgy hangzik, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el nem veszem, hanem örök életet legyen. És Isten nem adta fel, amikor az ő fiá mellett senki nem állt, egyetlen egy ember sem, akkor sem gondolta meg azt, hogy most már nem szeretem az embert, hanem a 3. napon feltámasztotta őt, és János úgy fogalmazta meg Jézusnak a jövetelét, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az, hogy mi keresztények lehetünk, hogy megváltoztat az életünk, ez egy adásban indult el. Ma este valaki adnak nekünk valamit. Legyünk el nyitott szívűek. Mondjuk végig azt, Isten hatalmas dolgot adott nekünk, egy új életet Jézus Krisztusban. Ha szeretném egy imádságban megköszönni Istennek ezt az estét, azokat, akik közöttünk szolgálnak, és arra kérem Istenet, hogy nyisson el a mi szíveinket, és arra kérek mindenkit, hogy röviden hajtsuk el a fejünket, és csak üljön szemünket, hogy messzebb lássunk, hogy Isten tudjon szólni a szívünkhez. Hadd imádkozzunk az a minden nevében. Menj el, édesatyám, szükségünk van arra, hogy most jelenjél a dalokon, a verseken, az énekeken keresztül. Arra kérlek most, hogy a jelenlétet gazdagítsa meg ezt az estét. Köszönjük a barátainkat, köszönjük mindazokat, akik eljöttek, és arra kérünk téged, hogy emeld fel a mi lelkünket, szívünket. Legyél velünk itt jelen. Adj nekünk a te jelenlétedből, hogy mi is adhatni tudjuk. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ez a szép estén, bár pár órával ezelőtt még eléggé zivatalos és borongósnak tűnt az idő. Most enyhült, és számomra kellemes időt hozott, szerintem mindenki számára, hiszen nem az a nagyon meleg, hanem az az inkább lélekfelemelő, hűsebb idő van, amit szerintem mindnyáján szeretünk. 1991. május 13. Ez az a dátum, amikor én megláttam a világot. Akkor még nem volt biztos a helyem. Sok volt a probléma a helyen. De én úgy gondolom, hogy a múltra nem szabad, illetve nem kell foglalkozni. 3,5 éves koromig én úgymond vegetáltam, mert igazán nem kaptam meg azt a fajta szeretetet, odaadást és
tapasztalati mennyiséget, amivel én magam el tudtam magam látni az életben. Majd aztán 3,5 éves koromban bekerültem a Nőlapja nevű újságba, ami mit ad Isten, elkerült jelenlegi édesanyámhoz, aki akkoriban újságárosként dolgozott Szentendrén a hívállomáson, és persze nincsenek életlenek. Az emberek ott dolgozzon, ahol lehetőség van. Úgy néz ki, én is egyfajta lehetőség voltam. Nem tudom, kinek nagyobb, nekem vagy neki, de lehet, hogy mindkettőnknek. Anyukám Antalóczi Magdóval jelentkezett miattam, és már előtte nagyon-nagyon sok fiatal hölgy jelentkezett, akik úgy gondolták, hogyha persze ők el tudnak látni, de a főorvos asszony mindegyikre nemet mondott, hiszen tudták, hogy nincs meg bennük az a kellő tapasztalat, ami nekem úgymond a talpraállást segíteni, az élethez való hozzáállást, az ügyesség kifejlesztéséhez, és úgymond a lelki világunknak is egy olyan ember kellett, aki igazán erősíthet. Antalóczi Magdolának egyből igent mondott, és nyilván azért, de lehet azért is, mert hogy ő is egyfajta úgymond állapotban van, de igazából szerintem a főorvos asszony valamilyen angyalka lehet, aki úgy átlátotta az irodalmat, és meglátta azt a fajta pozitív erőt, ami nekem segíthet. Igen mondott, és 3,5 éves koromban átkerültem Antalóczi Magdolnához, akivel máig is együtt élek, és kedves kis családjával, családommal. Van két nővérem, és nagyon sok családtag, most nem sorolnak. Mindenki elfogadott. Nem volt ellenvetés, illetve mondjam azt, hogy annyira meg lehet ellenszegülni a szavára, neki eléggé markáns lelki világa van, és neki nehéz embert mondani. Ezt nagyon sokan tudjuk. Így hát a család elfogadta, és befogadott engem. Amikor elkezdtem verset írni, 17 éves koromban, az az év az egy nagyon mozgalmas esztendő volt, hiszen körülbelül 45 darab vers született egy évvel belül. Úgy látszik, hogy felhalmozódtak a szavak kellőképpen, az érzések, a múltal, a jelennel és a jövővel kapcsolatban. És jött egy amolyan kis belső hang, hogy hát jó lenne arról a szemből is jönni, aki szabad idejét, a nem szabad idejét és minden idejét rám szállni, illetve nekem. Ezért megszületett a Mama című vers, amit most szeretnék veletek megosztani. Büszke vagyok édesanyámra és a kicsi családunkra. Remélem, érteni fogjátok a vers mondani valóját. Elég egyszerűen van fogalmazva, én értem, szerintem anyu is érti. Először is szeretném neki még egyszer megköszönni, hogy jelentkezett, ő volt a hírhet jelentkező. Igen, és
büszkék lehetünk rá mindannyian, mert nagyon sok erőt ad nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki meglátja, aki beszél vele, vagy éppen gondol rá, mert ugye működik a telepátia, és olyankor telefont ragadunk és felhívjuk egymást. Akkor fel is olvasnám az első verset a mai es folyamán. Tehát a címe Mama. Egy szó, mely igen sokat mond, egy nő, ki jön, ha jut a gond. Egy ölelés, melyek mindennap kapok, Mama. Te vagy az én angyalom. Ha beteg vagyok, te vigasztasz mellettem, ha dühös vagyok, te meghallgatod a tudna nyugyönet. A fáj a szívem, te öleléssel gyógyítod, Mama, te vagy az én angyalom. Nem te szültél, de ez nem bánt, mert aki szült, az a fekete bárány. Te örökké itt voltál mellettem, s szeretettel töltötted a lelkem. A sok jót, melyet adtál, nem tudom, hogy mi szavazhatnám. Nem tudom, mit tehetnék neked, hogy valami jóval kedveskedhessek. Az életem során te mindig itt voltál, segítettél és a barátom voltál. S ha egyszer elmúlik az ének, te akkor is itt leszel velem. Köszönök minden jót és szépet, a jó létet s a sok bölcsességet. Egy mondat, melyet tudod mondani, szeretlek, ami semmi sem számít. És akkor hallgassunk meg közösen egy dalt, amit adom fel Pontától. Yeah.
Hiszen minden dal úgy szól a legjobban, hogyha ezt közösen énekeljük. Thank you.
és olyankor rossz döntéseket is hozhatunk, amikor mosolyogunk kéne, akkor nem mosolyogunk, és nagyon sok helyzetben félreértetik az emberek. Sok emberrel találkozom nap mint nap, amikor utazgatok, ugye járok iskolába, járok ide-oda szórakozgatni, barátokkal, barátnékkal, ismerősökkel, családtagokkal, és nagyon sokszor észreveszem a kívülállókat, hogy nem értik, hogy honnan ez a, hogy is mondjam, ez az energia, ez a pozitív erő. Még én sem tudom, van, kapok innen is, kapok onnan is, leginkább a családomtól. Szeretném, hogyha mások is kapnának belőlem, mert van bőven, nem csak a hűtőben, de a szekrényben is. A következő versen címe pedig fényhez élve, ugye mert mindenki szeretne egy fényt látni az alagút végén, amikor tudjuk, hogy igen, lehet jó a vége. Hallgassátok nagyon sok szeretettel, személy szerint nagyon szeretem ezt a verset, mert minden nap megélem. Fényhez élve. Csak néznek és csodálkoznak. Csodálkoznak, mert mosolyog az arcomra. Hogy lehet ez ebben a romlott világban, amikor mindenki a bánattal ül egy szobában? Sok ember ideg és kemény, amikor rám néz. Kevés az, aki mosolyog a szemben. Csonka testen lehet ijesztő, szállalommal nézett kicsi helytől. Ők nem értik, hogy meg mosolyog én, mikor a lelkeknél mindenki ül és sír. A pénz és a szegénység okozza sok ember veszélyt, és csak ezzel törődnek, nem azzal, ami szép. A szép elég mélyen van, de megelhető helyen. Kutass a lelkedben, és a végén te is meglátod a szépet. A szép, melyben kevés ember hisz, ott van, ahova a szemed nem visz. Ha megtaláltad, kérlek tartsd meg, és mondd el mindenkinek, hogy van jó a rossz mellett. Van, ami győz a sötétségtel. Van fény, ami segít neked. Köszönöm. Csak amit akarok hozzád, vagy nem hozzád, de már saját magam neked rámadtam, hogy a két életem volna korak és biztos, hogy azért élnék, hogy a embereket kicsit, hogy is mondjam, hogy a rossz kedvünk helyett inkább a élettel is mivel foglalkozunk, és mivel nincs már annyi ittünk, hogy itt sokat is élek ezzel a következő tarolcsak, amit akarok elállulni, hogy ez egy nagyon fontos tal, és nem is olyan sokára megszületik az a ember, akivel ez a szám szóteit. Azt kérem, hogy a Úr Jézus segítsen élajtam, és valamit szedjen, ilyen segítsen megszabadulni attól a izétől. Azt is, nem egyszerű, az más is, és minden
kinek azt kívánnak egészségre is, boldogságban éljenek, amit el akar élnek. Sor a mennyország, amit tisztolnak. Thank you.
Köszönöm. Azt követ a végtől,
ennek még nagyon távol az ideje. Neked és nektek. Élem az életem, és csak arra gondolok, mivel tehetem szép pihanatból. Ha sírsz, a lelkem is veled zokog, fárad, amit a szemedből kiolvasok. Minden áldott nap készen állok a harcra, segítek neked minden pillanatban. Nem tudom tovább nézni a bánatot az arcodon, gyere, oldjuk meg, hogy újra mosolyra jöjjön pofidó. Élem az életem, és csak azt látom, üveg szemek, melyekben az élet haladokol. Ha sír valaki, én segítenék, de nem lehet, mert mindenki elfogul. Minden áldott nap harcolok a barátaim boldogságaért, segítek, hisz ezért élek én. Nem nézhetem tovább a sok nyomort és szenvedést, hol a sok szép és kedvesség. Élem az életem, ameddig csak lehet, aztán elmegyek, de fentről segítelek. Ha boldog vagy, akkor a napkal ragyogok az égen, a szomorkodsz, esőként sírok veled. Köszönöm. Itt volt, hogy hol a személyem volt, hogy szekélyek a fel. Volt, hogy hagyogatom fel! Yeah.
Felrekedve meg a
színpadokon, ugrálva meg, énekelve, adjuk a előtt a előadásokon, akkor egy olyan féle ott van, amit én azt hiszem, hogy elég a használatomat átegyél. Ez csak egy igazi szerés, meg egy olyan ember tud, aki igazából látészi, hogy mi a lényeg is, aki azt mondja, hogy állom az életbe. Életbe kell a akáó is, de kell ugyan akkor egy adás, akire mindenféle izébe számíthat, és ő az. A én lelkításom, vagy gitárosom, aki akinek majd mindjárt 32 éves lesz, hogy előre számolok, és még több éve van, mint én nekem. Na jó, ha kigyáros, nem adtam fel, ki is van!
Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép